azok számára, akik azt gondolják, hogy a hírek az igazság, és a médiában azért dolgoznak ezek az emberek 24 órában, hogy informáljanak minket arról, hogy mi történik a világban. Azok számára az egész világ egy hatalmas káosz. Ők azok, akik az álomvilágban élnek. Azonban vannak, akik felébredtek ebből, és hajlandók elfogadni azt, hogy minden, amit tudtunk, hosszú-hosszú éveken át az hazugság volt, és ez a hazugság többnyire a médiából, az oktatásból és a közéletből szivárog be az emberek fejébe. Nap-nap után egyik hazugság követi a másikat, és napvilágot lát. Erre egy nagyszerű példa a WikiLeaks egyik legújabb hazugsága, ami a Vault 7, azaz hát 7-es széf, attól függően, hogy ki hogy fordítja ezt a Vault szót. Teljesen mindegy, a Vault 7, ami arról szól ugye, hogy a CIA cyber, illetve virtuális eszköz arzenáját tárja fel a világnak. Már maga a gondolat is nevetséges szerintem, hogy bárki is fel tudja törni, és aztán kiszivárogtatja a világ legnagyobb költségvetéssel rendelkező intézményeinek, mint a CIA, az FBI, az Amerikai Egyesült Államok, a titkosszolgálatnak bármilyen információt, amit ők nem akarnak. Hogy hogyan is hiheti ezt el, ez csak bárki is. Ez egy újabb példa arra, hogy hogyan működik az elmekontroll és az agymosás a médián keresztül. Tovább mennek, és azt állítják, hogy a CIA elvesztette az irányítást az ő saját felszerelései és eszközei fölött, ami ugye természetesen virtuális eszközökről van szó, mint vírusokról, különböző kémprogramokról, mit tudom én miről. Nem vagyok jártas ebben a témában, de ezeket sorolják fel, hogy ezeket valamilyen formában elvesztette ezek fölött az irányítást. És hogy tovább fokozzák ezt az egész színjátéket és a hazugságot magát, arról beszélnek, hogy ez az arzenál már is a legismertebb volt hackerek és állami cégekkel kapcsolatban állt különböző szakemberek körében körbejár ez az arzenál, és teljes mértékben az ő rendelkezésükre áll. Olyan nevetséges dolgokat sorolnak fel itt, mint hogy rivális államok hozzájuthatott maga a úgynevezett virtuális maffia, vagy akár tínédzser hackerek is. Mindez természetesen az egyik legnagyobb átverés a WikiLeaks segítségével jutott el a tömegekhez, hogy elhiggyék a tömegek, hogy vannak, akik értük harcolnak, és hősök, akik megpróbálják megmenteni őket és a világot a gonosz új világrendtől. Nem tudom, hogy hány ember az, aki észreveszi azt, hogy ez az egész egy átverés, természetesen nem csak az, hogy egyáltalán kiszivárogtak ezek az információk, hanem maga a WikiLeaks, maga a CIA, maga a Russia Today, az egész média, az egész egy hazugság, és arra, illetve azzal a céllal jött létre, hogy az embereket egy bizonyos irányba terelje, és nagyon sikeresen működik évtizedek óta a társadalom túlnyomó többségének körében. Természetesen ezekkel az eszközökkel, virtuális eszközökkel, programokkal bármilyen készüléket fel lehet törni. Pontosan ez a cél. Az információt szépen lassan adagolják az embereknek. Én csináltam nem egy videót azzal kapcsolatban, hogy milyen hacking hazugságok voltak már a múltban, hogyan készítik elő az embereket arra, hogy szigorítani kell magát a virtuális teret, az online teret, az internetet, hogyan lehet az embereken még többet és még jobban az életükbe belemászva kémkedni, és még több információt kiszedni legálisan, hogyan szigorítják az intézkedéseket, hogyan adnak maguknak egyre több és több hatalmat. Ez az, amit nem látnak az emberek. Mindaddig, amíg az ember azt nézi, hogy mi történik a színpadon, és mit mondanak a szereplők, addig nem is fogja meglátni az összefüggéseket. Ez a BBC,
ahol arról számolnak be, hogy ugye WikiLeaks-re hivatkozva, hogy a CIA rendelkezésére állnak olyan eszközök, amikkel a tévéken keresztül tudják az embereket megfigyelni, minthogyha ezt nem tudtuk volna eddig is. Free Code Camp arról ír, CIA elvesztette az irányítást a virtuális eszközei fölött, illetve a különböző hacking eszközei fölött, és ugye azt ismertet, hogy mi az, amit nekünk erről tudnunk kellene. Hát azt nyilván nem fogjuk megtudni, amit tudnunk kellene, azt fogjuk megtudni, amit ők akarnak, hogy mi megtudjuk, mint mindig. Mindazok, akik a WikiLeaks, meg Assange, meg Snowden, meg Stephen Hawkingban bíznak, hogy majd ők megmentik őket, meg Elon Muskban, azok sajnos még mindig az álomvilágban élnek. Természetesen CNN is azt szeretné elhitetni velünk, hogy a CIA rendszerét a WikiLeaks kiszivárogtat, és így tudjuk, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésükre, illetve ezek az eszközök elérhetők a nagyvilágon gyakorlatilag bárki számára. Igazából egyre nevetségesebb az egész, de mivel ezek azok a hírek, amik a közmédiában vannak, nyilván ezzel kell foglalkozni. Akármennyire is átlátszó, remélhetőleg a legtöbb ember számára, aki nézi ezeket a videókat már. Crabzon Security ugyanerről ír, ugyanerről a témáról, hogy hogyan vesztette el a CIA az irányítást az eszközei fölött. Természetesen, mivel mindenki erről ír, az ember egész egyszerűen csak elfogadja, mint tényt és mint igazságot, pontosan ez a médiának a jelentősége, ez az oktatásnak a szerepe. Mindenki egyet fúj, mindenki egyet gondol, így nyilván igaz. Fel sem merül az emberben az, hogy egyes dolgok, amiket mindenki tényként elfogad, esetleg nem lennének igazak, hiszen hogyan is lehetne mindenkit átvenni. Hát, mint hogyha mindenki olyan okos lenne, hogy mindenki annyi időt fordítana arra, hogy megismerje a világot. Megdöbbentő az, hogy valakik elhiszik, hogy ez nem akarták, hogy kikerüljenek ezek a dolgok a köztudatba, és ennek ellenére ez valahogy kikerült, mikor mindenki tudja azt, hogy mi a végcél. Mindenki tudja, hogy a cél a teljes ellenőrzés, a totális kontroll. A legtöbb embernek sejtenie kell azt, hogy legalább 50-60 évvel előttünk járnak technológiailag. Ha ilyen technológiánk van nekünk, akkor vajon mi az, ami az ő rendelkezésükre áll? Hogyan is tudná bárki kiszivárogtatni, ha ők nem akarnák? Sehogy. Mint a USA Today, ami ugye ez a weboldal, amin most olvashatjuk azt, ugye ugyanazt a hírt gyakorlatilag WikiLeaks, a CIA fel tudja törni a telefonokat, illetve a tévéket, mintha ezt nem tudtuk volna eddig. Ugye arról is ír itt, hogy a CIA elvesztett több millió sor kódot, és ezek most az interneten keringenek valahol, és nem tudjuk, hogy milyen következményei lesznek ennek. Persze, hogy tudjuk, hogy milyen következménye lesz, egyre több virtuális problémánk lesz, egyre több biztonsági problémánk lesz, egyre szigorúbb rendszabályok kellenek, egyre szigorúbb törvényi szabályozás kell, illetve természetesen korlátozni kell a hozzáférést, hiszen a terrorizmus, a különböző adatok feltörése, illetve azoknak ellopása virtuális térben, online, akkor szerintem egy hatalmas probléma lesz az, amit úgy hívnak, hogy virtuális zaklatás szerintem, vagy virtuális idézőjelbe téve erőszak, hogy ki mit mond, ki hogy sért meg valakit, a politikai korrektség természetesen egy újabb probléma lesz, illetve már az. A lényeg az, hogy mind-mind egy irányba mutat, és teljesen mindegy, hogy mennyi ember írja azt, hogy ez nem így van, és hogy ez túl negatív, vagy pessimista, vagy vissza kell mennem az iskolába. De ez teljesen jelentéktelen. Ha nem látják az összefüggést, azt, hogy milyen irányba halad a világ, és milyen utat tettünk meg az elmúlt egy-két évtizedben afelé,
a jövő felé, amit felvázolok ezekben a videókban, akkor ők nem értik, hogy mi történik. Sajnos lehet, hogy túl sok lett az iskola. Az az iskola, ahova ők mindenkit küldenének, aki nem úgy gondolkodik, mint ők. Ez a lényege az iskolának. Erről szól, hogy kialakítson a társadalom számára egy gondolkodásmódot, ami a többség által elfogadott. Ez az iskola lényege mindig is ez volt. Ha azt akarták volna, hogy okosabbak legyünk, intelligensebbek, többet tudjuk a világról, magunkról, a valóságról, akkor most úgy lenne. De az ember körülnéz az utcán, ahogy jár kell, különösen ha a kommenteket olvasgatja, vagy azt nézi, hogy hogyan bánnak és viselkednek emberek egymással, akkor valami egész más kép rajzolódik ki előtte. Okos emberek elhitették a többséggel azt, hogy ők azért lettek okosak, mert rengeteg olyan könyvet olvastak, amit kötelezővé tettek számunkra. Miközben, hogyha ez így lenne, akkor mindenki egy szinten lenne velük. Ez az utolsó dolog, amit akarnak. És a valóság pontosan ezt támasztja alá. Néhány dolog azonban biztos, az egyik az, hogy mindazok, akik hősöknek vannak kikiáltva a közmédiában, akik a rendszer ellen harcolnak, mint a WikiLeaks, Greenpeace, Anonymous, Assange, Snowden, és az összes hasonló, ez mind-mind a tömegeknek lett kitalálva, és egy hazugság. Miért nem beszélne róluk a média, hogyha nem akarnák, hogy tudjunk róla? Egyszerűen nem hallanánk soha Edward Snowdenről, vagy Julian Assange-ról. Soha nem hallottunk volna róluk, ugyanúgy, ahogy a több százezer emberről nem hallottunk, akik valószínűleg próbáltak tenni a rendszer ellen. Azt halljuk, amit ők akarnak, hogy halljunk. Valaki azt akarja mondani, hogy a rendszer legnagyobb ellenségéről a rendszer legnagyobb propaganda gépezete filmet csinál, hogy reklámozza azt az embereknek, akit ő fel akar világosítani a rendszer ellen. Azokat reklámozza, akik a rendszer ellen harcolnak. Az a propaganda gépezet, ami talán a legtöbbet tett egy maga azért, hogy a világ ilyen állapotban legyen, mint amilyenben van. Hogy az reklámozza azokat, akik a rendszer lebontását próbálják elősegíteni. Ha nem akarnák, hogy ezek az emberek, ezek a karakterek, inkább úgy fogalmazni, a köztudatban legyenek, akkor soha senki nem hallott volna róla. Programozzák a világot, hősöket csinálnak ott, ahol nincsenek hősök. Elhitetik a világgal azt, hogy vannak, akik értük harcolnak. Ez mind-mind a propaganda része. Teljesen mindegy, hogy mennyire harcol az ember, és próbálja elhinni az álomvilágot, és szeretné azt, hogy ez így legyen. Teljesen egyértelmű, hogy hogyan működik a rendszer. Egy idő után az ember átlátja, és rájön arra, hogy minden, amit a tömegek elhisznek, hazugság. Olyan mesékben hisznek, mint az, hogy tínédzser srácok az alagsorban felvezik a harcot a világ legnagyobb és legnagyobb költségvetésű virtuális hadseregével és virtuális állományával. Feltörik azokat, adatokat szivárogtatnak ki, és mindez annak az eredménye, hogy így vannak az emberek programozva. A srác, a senki a garázsból, aki megváltoztatja a világot. Mint egy mesében. Pontosan azért, mert ez egy mese. Pontosan azért tűnik olyannak, mint egy mese. Mert az egész egy mese. Egy fantasztikus utazás, és egy fantasztikus történetek sokasága azok számára, akik az álomvilágban élnek, és ott is akarnak maradni mindörökre. Minden igény ki van elégítve, és a legtöbb ember talál magának egy-egy részét az álomvilágnak, amivel azonosulni tud egy-egy szereplőt, aki az ő hőse lesz, és majd megmenti őt ilyen vagy olyan módon. Azonban mindaddig, amíg ez a helyzet, addig nagyon egyszerű elhitetni az emberrel azt, hogy ő egy beszélő majom, aki a semmiben repül körbe-körbe, és semmiféle funkciója vagy jelentősége nincs se neki, se a többinek. Ennyit WikiLeaksről egyelőre.
és magáról az álomvilágról, a színészekről, amikor az ember szinte már nem is tudja azt, hogy hol kezdődik a film, és hol kezdődik az, amit a legtöbb ember valóságnak elfogad. Remélhetőleg hozzájárultam ahhoz most, hogy néhányan kikerüljenek ebből az álomvilágból, és megértsék azt, hogy nincsenek hősök, senki nem harcol értük, az egyetlen dolog, amit tenni tudnak, az az, hogy szépen visszamennek ahhoz, azokhoz az instrukciókhoz, amelyeket a teremtő leírt a könyvében, azokat elkezdik követni, és engedik, hogy majd ő irányítsa az életüket, és nem a világ az, ahonnan a megváltást várják. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!